Na és akkor a folytatásban elkezdjük a vicces cirkuszi bemutató helyett ténylegesen magát a anyagot valamilyen reményeim szerint logikus sorrendben végigvenni. Nyilván kezdődik azzal, hogy na jó, akkor beszéljünk érthetően, miről lesz szó. Eredendően Linuxról. Függetlenül attól, hogy én itt többször több különböző Linux disztribúcióról, meg nem Linux disztribúcióról beszéltem, itt a továbbiakban Linuxról beszélünk. Mit kell tudni a Linuxról? Hát a Linuxról például lehet ezt tudni. Ezek nagyon jó alapdefiníciók, átlag földi haladó már értelmezni sem tudja, ebbe az a szörnyű, hogy időnként informatikusok is tartoznak ebbe a kategóriába. Menjünk rajta végig, mi mit jelent, és miért fontos, hogy ezeket a definíciókat, én itt rögtön az első valódi adattartalmat bíró diára fölraktam. Tehát ez egy több felhasználós rendszer. Mint mondtam, ugye korábban volt egy ilyen félmondat, hogy a Linux az a korábbi Unix nevű, vagy korábban létező Unix nevű operációs rendszernek egyfajta klónja, másolata, és egyébként onnan vette ezeket a jellemzőit is. Miért érdekes az, hogy valami több felhasználós? Főleg, hogy folyamatosan arról van szó, hogy hát mindenkinek van saját gépe, mindenki ül egy konkrét gép előtt, és ő azt használja. Innentől kezdve az, hogy a rendszer legalább elvi szinten el tud kezelni több felhasználót, ennek gyakorlati jelentősége látszólag nulla. Hogy is van ez? Legtöbb helyen van file server? Van. Arra a file serverre a szó valódi értelmében rájelentkezünk? Nem jellemzően, de előfordul. Hát mondjuk a rendszergazda igen. Egy rendszergazda, ahol egy van, ott igen. És mi van akkor, hogyha két különböző problémát kéne megoldani, mi baromi gyorsan? Akkor ahol egy rendszergazda van, ott ez nem tétel, ahol több van, ám de egy felhasználós a rendszer, ott, hát így jártunk. Én megcsinálom az első feladatot, majd jön a következő, és megcsinálja a másikat. Na most, annó még a Unix világban, amikor az elkezdett terjedni, akkor az volt a természetes, hogy valahol nyilván bezárt, védett helyen, ül egy nagy teljesítményű számítógép, és valamilyen módon kapcsolódnak hozzá egyébként tipikusan buta eszközök, és a felhasználó az ezek között a buta eszközök előtt ül, de a szervernek minden létező erőforrását használja. És ő valójában ténylegesen a szerveren dolgozik. Nem csoda, hogy maga a klasszikus Unix, mint operációs rendszer több felhasználós volt, mert olyan volt a környezet, hogy el nem tudták képzelni, hogy minden embernek van egy saját gépe. VNC mond valamit? Mi az? Valamilyen távoli elérés. Akkor ugye azért nem mondok nagyon-nagyon marhaságot, ha azt mondom, hogy azért ma is létezik, hogy ugyanazt a gépet egyszerre többen használják távolról. Nem ez a legjellemzőbb forma, de azért szokták. Vékony kliens. Lehet ezt még ragozni, de a lényeg az, hogy a kezdeti időszakban egy nagy gép, sok felhasználó, aztán ez szépen lassan elment abba az irányba, hogy minden felhasználó saját gép, és nincs is központi, nincs is nagy gép a szó valódi értelmében. Ez egyébként persze ritkaság. De megint látszik egy olyan tendencia, hogy de ne legyen már mindenkinek saját gépe. Miért is? Mert például sokkal kényelmesebb karban tartani egy olyan környezetet, ahol a felhasználó gépe nem okos. Mindenki tudja, lementettél mindent a gépedről, mert kicserélem minden létező, itt minden le van mentve. És ugye 5 perc a csere után derül, hogy kivéve azt, amit ugye jobb helyen úgy oldanak meg, hogy papír alapon, szájhagyomány útján vagy céges policyvel kikényszerítik azt, hogy központi helyre tárolja az adatait. De ahol azért van egy pici kijárat, hogy ő mégiscsak le tud tárolni,
Isten bizony létező ember, aki a szemetes kosárban tárolja, húzamosabb ideig az alapját. És azért a szemetes kosárra ritkán szoktak komoly poliszit alkotni. Tehát meg fogja találni azt az eszközt, hogy mégis hogy tudná kikerülni, hogy neki minden központilag mindjárt tárolva. Szóval maradjunk annyiban, hogy ma ugyan egyre kevésbé látszik a valódi jelentősége annak, hogy egy operációs rendszer elvi síkon több felhasználós, ennek ellenére ez ma is eléggé gyakori dolog. Nem annyira gyakori, mint 30 évvel ezelőtt, de azért így létezik. Több feladatos. Ez, hála a jó Istennek, azért annyira nem gáz, ebben ma már eljutottunk odáig, hogy ezt mindenki használja. Tehát jobb esetben úgy, hogy gőze nincs róla, de már 60 alkalmazás fut a gépen, és csak nem érti, hogy miért nem működik olyan, és minden olyan flottul. Egyszer az életben sikerült, Isten bizony, nem én akartam, nőgyógyászoknak Unix tanfolyamot. Én azzal kezdtem, hogy jó napot kívánok, kérem ne nyúljanak az egérhez és a billentyűzethez, addig, amíg azt a 3 percet el nem mondtam. Utána 40 percen keresztül csuktam be az alkalmazásokat, mert nem hallgatta végig a mondatot, tehát ő elkezdte, és idekat, odakat, amodakat, és egy idő után csak az volt, hogy nem látszott csak az ablak keret, de abból sok volt. Úgyhogy azért mondjuk egy grafikus felületen az, hogy több feladatos az az operációs rendszer, azért általában ismert. Az más kérdés, hogy a klasszikus Unixos, Linuxos környezetben ugyanezt a funkciót persze én karakteres felületen is el tudom érni, nyilván lényegesen macerásabb váltani az egyes alkalmazások között, de aki tudja, hogy hogy kell, azt minden további nélkül megteheti. Azaz, ha csak azt nézem, hogy én, mint egyik felhasználó a sok közül, aki bejelentkezett a gépre, egyszerre képes vagyok több alkalmazást futtatni, már ez önmagában egy nagyon nagy lehetőség. Nyilván, ha ugye azt nézze, hogy de ugye egyszerre benne lehetünk mi 5-10-100-10 ezeren is a gépen, akkor ugye pláne szükség van arra, hogy a rendszer úgy tegyen, mintha ő egyidejűleg 50-100-10 ezer alkalmazást futtatna. Természetszerűleg, addig, ameddig egy gépben nincs 100 ezer processzor mag, addig ő valóban nem fog egy adott pillanatban 100 ezer alkalmazást futtatni. A Linuxok úgynevezett időosztásos elven működő, vagy timesharing poprendszerek, ami nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy valami központi agy azt mondja, hogy most ennek az alkalmazásnak adok 0,2 másodpercnyi processzoridőt, most elveszem tőle, és a másiknak adok 0,2 másodpercet, most őtől leveszem el, és a harmadiknak adok. Nyilván az, hogy milyen algoritmussal választja ki, hogy ki kapja meg a következő 0,2 másodpercet, az egy meglehetősen fontos kritérium, és nagy mértékben befolyásolhatja azt, hogy én úgy érzem, hogy ez egy hulladék, vagy úgy érzem, hogy ez egy teljesen jó használható rendszer. Az már erősen a történelem óra kategória lenne, hogy 3.11-es Windows verzió, ami szintén multitasking oprendszer volt, de azért voltak sajátosságai, mondjuk úgy, a több feladatosságának. Na most, és hát ugye itt a végére egy apróság, amit 2013-ban még külön kihangsúlyozni, azért egy eléggé katasztrofális szemléletet jelent, mert mi az, hogy még külön kiemelem, hogy hálózatos? Miért? Van olyan, ami nem tud hálózatot kezelni? És hát a válasz az, hogy valószínűleg életképes már nem sok. De természetesen különböző, elsősorban beágyazott rendszerekben használt neve nincs oprendszerek között, persze sok ilyen előfordul. Az más kérdés, hogy nem tudom, jelenlevők hány százaléka van tisztában azzal, hogy ha van okos telefonod, ha van okos tévéd, ha van storage-od otthon, ha van wifi routered otthon, ha van komolyabb robotgéped, akkor mi fut benne. Van hálózatos nyomtatód, mi fut benne. Ezek ma egyre inkább abban az irányba mennek. Bizony, Linux fut benne. Ahol nem a Linux része az érdekes, hanem ja, akkor ő is tud hálózatot. És ugyan hála a jó Istennek most éppen visszaszorultak azok a nálam is elállott hajó őrültek,
akiknek ugye 8-10 évvel ezelőtt voltak ezek a fixa ideái, hogy majd amikor a hűtőgép megrendeli a tejet, mert kifogytál belőle, meg mert amikor a mosógép majd beszól a szervízbe, hogy ki kéne jönni. Ezek mostanában egyébként hál' Istennek visszaszorultak, úgyhogy valószínűleg ott bezárták mégis a lipótmezőt. Egyelőre ott tartunk, hogy egyre több és több olyan eszköz jelenik meg, ami egyébként egy nagyon egyszerű célfeladat elvégzésére készül, de egy természetesen nem ilyen desktop felülettel rendelkező, minden francra kihegyezett Linuxot, de valamilyen Linux alapú környezetet ad. Nekem ugye a FreeBSD-vel, mint szívem csücskével, csak a tévémben, a média lejátszómban és a routeremben van Linux, és egyedül a storage-om az, ami FreeBSD fut. De azt is csak azért, mert már elcseréltem, mert az előző az is Linuxos volt. Mondtam, hogy most már nem megy tovább, mert azért már eléggé ciki, hogy háttérbe szorul a FreeBSD, úgyhogy kénytelen voltam egy kicsit egyensúlyt megtartani, váltani. Azaz, a Linux az egy olyan operációs rendszer, amelyre pontosan ugyanazok az alapelvek mondható, mint egyébként mondjuk egy mai Windowsnál. Hát több feladatos, több felhasználós hálózatot is kezelni tud. Hát ezt a timesharing részét ezt most inkább hanyagoljuk, bár ilyen értelműen a Windows is úgy tudom belefér ebbe a kategóriába. De a lényeg, hogy ezek olyan alapelvek, amikkel most fogsz utoljára találkozni. Azaz átlagos felhasználás esetén te nem fogod kihasználni azt, mármint jobban annál, mint hogy természetszerűleg használod, de nem fogod igazán kihasználni, hogy van hálózatkezelési képessége. Nem igazán jellemző, hogy ugyanarra a laptopra egyidejűleg bejelentkeznek négyen, legalábbis marha macerás gépelni. De csak úgy az érdekesség kedvéért, az asztali gépekhez létezett, ma már nem tudom, hogy létezik-e, olyan kis kiegészítő, amivel több billentyűzet, több kijelző, több egér, ugyanazt az egy szárnyamorult gépet. És most nem a klasszikus szerverterembe való dologra gondoltam. Zahi, ez a Fedorában ma már alap, a telepítőben benne van, úgy hívják, hogy multi-seat, és egy darab gépre rá lehet dugni több monitor, több billentyűzetet, és csodálatos. Akkor ezek szerint ez megint el vagyok magam egy sablonnal, ez a későbbiekben még többször elő fog fordulni. Na most! Ha egyszer elhangzott, hogy több felhasználós, akkor lássuk be, gyakorlatilag megkerülhetetlen az, hogy a felhasználókat azonosítani kell. Ha egyszer elhangzott az, hogy hálózatot kezelni képes, akkor nyilván megkerülhetetlen az, hogy arra a gépre nem a gép elé ülve jelentkezek be, hanem mondjuk hálózaton keresztül érem el, és hálózaton keresztül jelentkezek be. Tehát beszéljünk egy kicsit erről a legelső lépésről. Klasszikusan, ugye akkor mondhatjuk azt, hogy megkülönböztethetem a dolgokat oly módon, hogy fizikailag a adott gép elé kerülve csak és kizárólag a gép eszközeit használva, vagy ahogy egy kicsit egyszerűbb, helyben, ott lokálisan bejelentkezve érem el az ő erőforrásait. És persze van az, amikor távolról jutok hozzá. Na most, nem tudom, hogy ezt hogy fogja honorálni a vetítő, bocsánatot kérek. Ha szerencsém van, akkor egy idő után életre lehelődik. Aha, nem mozdítom arrébb, de szerintem a bal felső sarokban mindenki lát valami kis apróca kis szöveget. Köszönöm szépen. Na szóval, semmi egyéb nem történt, mint hogy az eddig használt, egyébként alapértelmezett grafikus felület ből átváltottam egy másik bejelentkező ablakra, ami egyébként, mit ad Isten, alapértelmezetten karakteres. Ez gyárilag benne van a rendszerben, a legtöbb Linux disztribúció alaptelepítésben 6, 7, 8, 10, 12 magán a gépen lokálisan végrehajtható bejelentkeztetési lehetőséget biztosít. Általában érvényes az, ami egyébként itt is, hogy abból az egyik az grafikus, az összes többi az karakteres.
De őszintén szólva, ez csak konvenció, és maga a rendszer pont ugyanilyen bonyolult módon lehetővé tenni azt, hogy egymás mellett mondjuk 12 grafikus feletti bejelentkezés van. Most bocsánat, most visszaváltok, vagy legalábbis megpróbálok visszaváltani. Na most, attól, hogy ez a lehetőség adott, attól persze ezt viszonylag ritkán használják. De előfordulhat, hogy valamilyen feladathoz ez kifejezetten jól jön. Ennek ellenére mondtam, nem jellemző. Na most, ugye csoportosíthatjuk ugye a bejelentkezést, tehát ugye úgy, hogy onnan a gép elől, vagy valahonnan a hálózat egy másik eszközéről. Csoportosíthatjuk ugye az ezek alapján úgy, hogy most grafikusan vagy karakteresen. Igazából a csoportosításnak abból a szempontból van értelme, hogy tudjál róla. És tudjál arról, hogy szervereken sokkal kevésbé jellemző a grafikus bejelentkezés, mint egyedi munkavállalásokon. És tudjál róla, hogy szervereken sokkal jellemzőbb a távolról való bejelentkezés, mint munkavállalások, ahol viszont ugye lokálisan szoktak. Na most, ha egyszer, ugye én itt folyamatosan a szerver irányba próbálom vinni a dolgokat, akkor azért annyit illik megemlíteni, hogy a távolról való bejelentkezésnek szintén létezik grafikus és szintén létezik karakteres verziója. A grafikusból van olyan, ami a Unixos eredetből következik, az úgynevezett távoli X hozzáférés, ugyanis ezt a csodálatos grafikus környezetet, pontosabban ennek az alapját ma még egy úgynevezett X-Window System látja el, ami az első pillanattól kezdve hálózatos működésre képes, tehát gyárilag benne van az a funkció, hogy én itt grafikus feleten bejelentkezek egy ott levő gépre, ott futnak az alkalmazások, és én itt kommunikálok vele, és mindezt ugye grafikusan. Sőt, ezt meg lehet csinálni úgy, hogy az itt levő gép buta, azaz nagyon sok funkcióval nem rendelkezik, éppen csak annyit tud, hogy a grafikus megjelenítő, illetve az adatbevitelt lehetővé tevő, egér, billentyűzet, tablet, vagy tudom én micsoda. Nem jellemző, még egyszer mondom. Szerver környezetben a távoli, ám de karakteres bejelentkezés az elterjedt. Na most, itt van egy két soros kis igen-nem jellegű bejegyzés. Erről a következőt kell tudni. Van egy olyan alkalmazói protokoll, amit úgy hívnak, hogy R-Login. Ez egyrészt áll egy R-Login nevű kliensből, és ez hozzátartozó tipikusan R-Login D nevű szerver komponensből. Van egy telnet nevű protokoll és az ezt megvalósító telnet nevű kliens és telnet D nevű szerver komponens. Ezek egységesen távoli hálózatos bejelentkezést nyújtanak karakteres felületen, de mint a mellé írt nem könyörgöm felejtsd el jellegű információ próbálja jelezni, ezek tényleg csak azért szerepelnek, hogy ha szembe jön, ismerjél rá, és ha lehetőséged van, akkor beszélj róla mindenkit. Mind a kettőnek komoly biztonsági problémái vannak, ami miatt a legtöbb helyen egyszerűen életveszélyes használni. Abban az esetben, ha hálózaton keresztül és ugye a klasszikus karakteres felületű bejelentkezést kell használni, akkor igazság szerint általában azt mondják, hogy két homlokegyenest eltérő megvalósítást javasolhatunk. Az egyik a listában is szereplő SSH nevű alkalmazói protokoll és ott hozzátartozó nyilván kliens, illetve szerver komponens. Leglényegesebb tulajdonsága, hogy maga az alkalmazás intézi a kommunikációval kapcsolatos titkosítási normokat, ugyanis a lényege pontosan ez, hogy a hálózati forgalom titkosított, aminek ugye a gyakorlati következménye nem az, hogy lehallgathatatlan, mert lehallgatható, de minek? Azaz,
Természetesen, ha a hálózati forgalmat én le tudom hallgatni, akkor ugyanúgy lehallgathatom a telnetes, az erlogines, az SSH-s hálózati forgalmat. Legfeljebb még a telnetnél és az erloginnál könnyedén kaphatok hasznos információt, addig az SSH esetén nagy eséllyel nem tudok. Természetesen nem véletlenül fogalmazok ilyen hülyén nagy eséllyel. Mindenki tudja, hogy hibátlan szoftver nincs. Azaz, az, hogy ma én nem tudok arról, hogy hogy lehet az SSH forgalmat dekódolni futtában, röhögve, az nem azt jelenti, hogy nem is lehet. Azt jelenti, hogy én ma nem tudom. És bízom benne, hogy az elkövetkező nem túl távoli jövőben más sem fogja tudni. Ebben bízom. A másik fele, ami viszont nem szerepel az ábrán, az az, amikor használhatom egyébként az erlogint, a telnetet, bármilyen egyéb bejelentkezésre, távolról lehetőséget biztosító mechanizmus, csak éppen nem titkosítatlan kommunikációs csatornán. Szerintem, ha azt mondom, hogy VPN, akkor nem mondok vele újdonságot. Nyilván egy jól felkonfigurált Virtual Private Network esetén, egy jól konfigurált biztonságos hálózat esetén, ilyen erővel egyébként akár a telnetet is lehet használni. Illetve nyugodtan lehet telnetet használni, ha úgy vagy vele, tök mindegy, már úgy is tudnak minden. Azaz, nyilván nem zárhatom ki egységesen, nagyon sok cégnél, alkalmazásoktól, ilyen-olyan-olyan megszokások következtében a mai napig elterjedt dolog, akár még az is, hogy ha nem is Linuxos, de mondjuk Unixos végebbi, Unixos szervereket távolról telnettel érjenek el, kizárni nem lehet a dolgot, inkább csak javasolni, hogyha választani kell mondjuk ezek közül, akkor ne ezt a két utóbbit választ. Na most ide két parancsot is írtam SSH-nak, illetve S-loginnek, ez ugyanaz. Tehát a Secure Shell, az az SSH névre alkalmazás csomag, távoli rendszerre való rájelentkezést SSH gépnév és S-login gépnév formátumban is biztosít. És hát például a kollégával múltkor beszélgettünk arra, hogy ő rühelli az SSH-t, én rühellem az S-logint. Nem sikerült megérteni, hogy az övének mi a magyarázata, az enyémnek van egy teljesen logikus magyarázata. Pontosan. Hát én mindig azt szoktam mondani, az ember azért megy informatikusnak, mert lusta, dolgozó helyett a gép. Na de hát, hogyha én SSH-t is írhatok, akkor miért írjam helyett azt, hogy S-login? Három karakterrel, vagy négyet többet kell gépelni. Mi értelme van? Hol a pozitívuma? Én nem tudom, ő neki van rá valami magyarázata, nem győzött meg, de mindegy. A lényeg, elvi szinten az, hogy melyiket használom ebből a kettőből, az mindegy. Reményem szerint gyakorlatban is mindegy. Azaz, ahhoz, hogy a gépet használjam, tehát ugye rá kell jelentkezni, ki kell választani lokálisan, távolról, karakteresen, grafikusan, az egyik, a másik, a harmadik vagy negyedik lehetőség közül melyiket használva, érem el a gépet. És ha ezen túl vagyok, ráadásul még az eszközök adottak is, akkor jöhet a következő lépés. Mi az, hogy az eszközök adottak? Hát most mondtam, van telnet, van SSH, van erlogin, igen, de mindegyikhez tartozott egy szerver komponens. Semmire nem megyek azzal, hogy az én saját gépemen van lokális SSH kliens, ha nincs SSH szerver az adott gépen. Semmit nem élek a telnet kliensemmel, a telnet DNS-en. Ez ugye egyébként nyilván egy triviális dolog, de attól még azért ezeket a triviális dolgokat is érdemes picit végigbeszélni. No szóval, ha ezen túl vagyok, akkor jöhet az, amit korábban ugye már megtárgyaltunk. Minden felhasználónak neve van, amit hagyományosan az adott cégben kialakult rosszabb esetben, nem csak kialakult, hanem valahol papíron rögzített, elvek szerint választunk. Gondolom triviális a vezetéknév pont keresztnév, keresztnév pont vezetéknév, Kovács 113 János, vagy becenév, vagy H18 számjegy. Nem röhögni, van ilyen cég. Az külön élvezet volt, amikor egy
amúgy Unix-os környezetben panaszkodtak a rendszergazdáknak. Hát sajnos ők nagy gépes rendszer mellett dolgoznak, ott pedig számok a userek, és ezt nekik parancsba adták. És amikor én finoman megemlítettem, hogy de én itt most fél évig dolgozni se tudnék, mondták, hogy ez nem úgy van, mert elég hamar ki lehet rúgózni innen, tehát úgyis megtanulod. Ennél igazából csak azt mondta rosszabb, amikor egy gépteremben azt mondták, hogy a gépek nevezéktana PC valami, SGI valami. Mert hogy egy halom PC, illetve egy halom Silicon Graphics munkaállomás volt, na most ez utóbbit nem kell ismerni, de a valami része volt az érdekes. A gép első Ethernet kártyának megcímének utolsó három bájtja. Most én ehhez a céghez átlag évente mentem ki 4 éven keresztül, sejthető 4-szer voltam ott, és minden alkalommal ezt a gépet hogy hívja? Ezt a gépet hogy? Ezt a gépet? Mert hogy én 2 perc alatt felejtettem el ezt az egyébként nagyon baráti nevet. Úgyhogy nyilván a felhasználói név is ugyanaz, hogy van valami algoritmus. Az, hogy az az algoritmus az egy értelmélyű, megjegyezhető, vagy valami más, az sajnos nem minden esetben időtlen. De, mint már mondtam, felhasználóknak neve van és száma van, és a felhasználók amúgy szintén névvel rendelkező és szintén számmal azonosított csoportokba tartoznak. Technikailag minden felhasználó egyetlen csoportnak garantáltan tagja, de elvi szinten 2, 3, 5, 10 N darab csoportnak is lehet a tagja. Ez már ugye helyi szabályozáson, illetve a helyi hozzáférés kezelésen múlik, hogy most én, mint felhasználó, azzal, hogy bejelentkezem a rendszerbe, most 43 csoporttagságot, vagy 2-t öröklök automatikusan. Na most, ott vagyok a rendszerben. Ugye az előzőek alapján, vagy egy grafikus felületen, vagy egy ilyen bugyuta karakteres felületen. A grafikus felületet nem magyarázom, ott valahol, jobb esetben csak kicsit eldugva, ott a logout gomb. Hogy hogy néz ki, melyik sarokba dugták, hány menünkkel keresztül menned, az a grafikus környezet saját, egyedi és meglehetősen kellemetlen jellemzője. Ez az, ami úgy oké, ki kéne jelentkezni, de hogyan? De hát az, hogy az ember ellavírozik az egérrel, ez azért megoldható. A karakteres felület az ilyen szempontból egy kicsit jobb. Mert ugye, mint tudjuk, 2, 3, illetve 4 betűket kell egymás mögé dobálni, és ebből az egyik az majd az lesz, hogy kidob engem a rendszerből. Tehát, egy, aki régebb óta dolgozik Unixon, Linuxon, és ugye aki karakteres felületet használ, az általában a rendszerből való kijelentkezésre a lehető legkevesebb energiát fordítja. Ez abból áll, lenyomja nagy eséllyel balkéz kis ujjával a Ctrl gombot, valahol a balkéz másik ujjával a D-t, és készen van. Azaz ez a meglehetősen sajátos formátum, a későbbiek során még párszor elő fog fordulni, ez azt jelenti, hogy egy konkrét billentyű kombináció, jelen esetben ugye a Ctrl plusz D kombináció lenyomását lehet elérni. Ide gondosan odaírtam egy apróságot, miszerint ennek van egy meglehetősen kellemetlen hibája. Általában vérprofik és totál kezdők szokták tudni átállítani. Azaz elérni azt, hogy én ugyan nyomogatom a Ctrl D-t, a rendszer visszatartott. Nem értem, hogy mit akarsz. Na most, ezzel kapcsolatban még egy apróság, ezt már nem írtam el, mert gondoltam, sokkoló hatásnak egy is elég a negatívumokból. Konkrétan az, hogy a Linux alatt legelterjedtebben használt karakteres felületen elérhető környezetben, ez ráadásul szabályozható. Tehát ha valaki tudja, akkor meg tudja magyarázni a rendszernek, hogy én sajnos olyan eléggé remegős kézzel dolgozom, úgyhogy légy olyan szíves, ha egyetlen egy Ctrl D-t benyomtam, akkor ne dobjál már ki a rendszerből, mert én csak véletlenül tettem. És például beállítható az, hogy egymást követően mondjuk 8-szor kell lenyomni a Ctrl D kombinációt ahhoz,
hogy a dolog működjön. Én személy szerint ez utóbbitől annó idegrohamot kaptam, amikor először szembe jön, és eléggé eltűnődtem, hogy de hát ilyen nincsen, hát ez annyira a rendszer alapja, hogy a Ctrl D így működik, hogy mi az Úristen csináltak, mindent keresgéltem, mire megtaláltam, hogy hát be van állítva, háromszori lenyomás, hat. Azaz, ha használni akarod, én nem foglak eltántorítani, mert szerintem jó, de legalább ezt a két dolgot tudjad. Hogy előfordulhat, hogy hiába nyomsz egyet, nyilván ilyenkor az ember így rátögyököl, fél óra még most se hat, akkor valószínűleg nem ez történt. Hogy beállítottak egy N-szer ismétlést, ekkor esetleg utána kell nézni, hogy lehet, hogy átállították valami másra. Általában ez utóbbi egyébként kizárólag véletlenszerűen fordul elő. A vicc az, a vérprofikkal is egyébként. Tehát ez tipikusan egy olyan parancs, hogy 10 vérbeli rendszergazdából 2 már hallott róla, és talán egy van, aki tudja, hogy az mi az Isten haragráló. A haragjára jó az az eszköz, amivel ezt éppen át lehet állítani. De véletlenül persze nagyon szokták tudni, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát ennek azért van egy hátránya. Következő hátránya ugye az, hát már gépelni kell. Azaz be kell gépelni egy parancsot, a parancsot úgy hívják, hogy exit. Én már itt jelzem, és a későbbiek során nem fogok rá külön kitérni, de szerintem azért nagyon újdonságot nem mondok. Érdekes módon a parancsok végét valahogy jelezni kell, tehát a végén nyomni kell egy entert. Azaz, technikailag ugye nem 4, hanem 5 karakter kell begépelni ahhoz, hogy a dolog működjön. 4 exit, és az 5. az enter, és ha ez megvan, akkor nagy eséllyel elhagyjuk végre ezt a gyönyörű rendszert. Na most, emellé nem írtam semmit. Őszintén szóval azért, mert ha emellé is odaírom, hogy átállítható, akkor itt szerintem itt áll fel a társaság 3/4-e és azt mondja, hogy bocs, egy olyan rendszer, amiből garantáltan kijelentkezni se lehet, azt talán nem érdemes megjegyezni sem. Az igazság az, hogy magát, az exitet csak nagyon ilyen módon lehet átdefiniálni, az más kérdés, hogy az entert viszont könnyű. Azaz igazság szerint, hogy az exit végén nyomandó enter az, ami be tud némileg tenni nekünk, de igazság szerint ez hála a jó Istennek túl sűrűn azért nem fordul elő. Tehát a Ctrl-D tényleg sűrűbben állítják át, mint az Enter, de volt már rá példa. Nyilván az elmúlt 20 pár év tapasztalatából szoktam ezeket a kis példácskáimat összehozni. Ennyi idő alatt azért már sok érdekes dolgot lát az ember. Én ilyet is láttam, tehát onnan tudom. Az is elég meglepő. Na, maradjunk annyiban. Végül ugye a utolsó jegyzetben szereplő eszközök közül a csodálatos logout nevű parancs. Hát ugye minimum 2 hibája van. Nem standard. Magyarul bizony lehet találkozni olyan Unix-os környezettel, ahol a logoutot te begépelheted, sőt egy rendes entert is gépelhetsz, és ennek ellenére nem dob ki a rendszerből. Mert ez egyszerűen egy nem standard eszköz. A nagyobbik baja hosszú. Hát nyilván nem fogunk ilyen baromi hosszú parancsot gépelni, ha nem feltétlenül muszáj. Azaz, ha jobban belegondolunk, akkor mi hangzott eddig el? Bemenni reménytelenül bonyolult, ennél már csak kijönni reménytelenebb, és akkor ehhez képest ilyen megjegyezhetetlen parancsból van néhány 10 000. Csupa öröm az élet, nem? Na jó. Ismerkedés a rendszerrel, címszóval szedtem össze pár olyan alkalmazást, ami kifejezetten az ilyen kezdőknek szól, tehát szerintem világos. Értelme nulla, könnyen megjegyezhető, 10 esetben egyetlen egyszer sem használt, de legalább egyszerű eszközről van szó. Ezek némelyike természetesen nem ennyire durva, és hát mielőtt ugye ténylegesen parancsokban kezdenénk el gondolkozni, előtte azért egy ennél sokkal komolyabb részt le kell tárgyalni, főleg azért, mert ezzel kapcsolatos tapasztalat, hogy a legtöbb ember, akár van neki Unix-os, Linux-os, vagy akár DOS-ból némi előismerete, csak azt hiszi, hogy érti, hogy az mi van odaírva. Tehát, ha azt mondom, hogy ugyanúgy kell a parancsot begépelni, mint DOS alatt, mint Windows Command Promptján, mint VMS-ben, mint Unix-ban, akkor mindenki úgy elképzel magának valamit, és annak úgy nagyjából az egyharmada még körülbelül stimmel is. Azaz,
először is normál körülmények között az a rendszer, amiben én dolgozom, az úgynevezett parancsértelmező, az kilök nekem egy promptot, ezzel jelezvé, hogy igen, tudod, ez a mit parancsolsz, kedves gazdám, mondta Aladdin, tehát körülbelül ezen a szinten áll. Ezzel kapcsolatban első, ez viszont tényleg megjegyzendő információ, ami ott található. Van egy konvenció. A konvenció úgy néz ki, gyárilag így van beállítva, hogy ha te egy ilyen 28. senki, jogosultsággal rendelkező mindennapos felhasználó vagy, akkor a prompt az egy nyomorult dollár jel. Technikailag, aki egy kicsit jobban ismeri a rendszert, az nyugodtan csapkodhatná az asztalt, ugyanis technikailag a dollár jel mögött van egy szóköz is. Ami gyönyörűen látszik a legtöbb helyen. Hát nem a dollár jel után villog a kurzor, hanem egy arrébb. Ennek ellenére az emberek többségén megjel. Jó, hát a prompt az egy dollár kéz. Mit nekem szóköz, ugye? Ez a kicsit olyan, mint a középkorban, hogy a nulla nem szám. Aki ezt a mai napig így van, az utalhatná nekem egy forintot, meg mögött a 10 nullát. Tehát nincs jelentősége a gyakorlatban, de azért, ha precízek akarunk lenni, igenis. A prompt az két karakter. Van viszont egy probléma vele, ez emiatt aztán a legtöbb esetben élő környezetben ez még ki se derül, konkrétan az, hogy rendkívül rugalmasan változtatható, és rendkívül könnyen változtatható, ezért aztán az emberek életük nagy részét eltöltik azzal, hogy a promptot csinosítják. És amikor a prompt már gyakorlatilag már leírva is 3 sor, a képernyőn is 2,5, akkor lehet azt mondani, hogy oké, most készen vagyunk. Gondolj bele, egy vérbeli rendszergazda először is. Ugye az a minimum, hogy benne van a prompt, hogy melyik képen dolgozom, mert azért nem mindegy, hogy melyiket fogom most villámgyorsan a lehető legrövidebb úton módon kirúgni. Benne van, hogy milyen néven dolgozom éppen a gépben, mert ugye egy valódi rendszergazda legalább 8-10 azonosítóval rendelkezik. Benne van, hogy hol állok azon a nyomorult fájrendszerben, a könyvtár struktúrában. Az se baj, ha látom, hogy ma milyen nap van. Azért jó ezt tudni, hogy jó, van ma már péntek, akkor már csak fél lábon állva 5 órát kell kibírni. Benne van az az információ, hogy a legutoljára lefutott parancs az sikerrel vagy sikertelenül fejezte be a működését. Nyilván okosabbak ezt esetleg színekkel is jelzik. Ha zöld vagy sárga, akkor még elmegy, ha piros, akkor már gond van. Nyilván azt is látjuk, hogy mennyi az idő, és bizonyos okokban az se baj, ha látom, hogy per pillanat a bejelentkezés óta ez már a 48. parancs máma, vissza kéne fognom magam, mert kicsit sztahovalistaként le foglak zárni, hogy túl sokat dolgoztam. Tehát, és akkor ez még csak a jéghegy csúcsa. Nyilván millió egyéb vicket és vackot be lehet állítani. Ráadásul, mivel ezek, még egyszer mondom, ezek egy jó része nagyon könnyen belakható a promptba. Set prompt egyenlő dollár T dollár G. Ha, köszönöm szépen, föl se tennem a kérdést, hogy van-e akinek mond valami. Kiírta, hogy hol vagyok a könyvtár struktúrában, és egy nagyobb jelet. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mai napig ez az alap. Egy prompt minimum ennyit írjon ki, hogy hol vagyok. Az, hogy van-e értelme, az egy dolog. De ennyit azért írjon ki. Most ehhez képest egy dollár jelen egyszer. Na szóval ez az alap, de általában át van állítva, illetve aki rendszergazda jogokkal rendelkezik, és valami csoda folytán nem állított át magának a promptot, annak a rendszer egy keresztel jelzi a promptban, hogy óvatosan, innentől kezdve ugye kétszer gondold meg, hogy mit akarsz csinálni, 3-szor olvasd vissza, hogy mit gépeltél be, és számolj el 10-ig, mielőtt lenyomod rendelt. Aki még életében nem törölt mást, mint amit szeretett volna, soroljam. Kollega, aki csak annyit csinált, hogy egy laza mozdulattal így egy teljes géppark 40 gépén állította ugyanarra, az egyébként ökörségre, a hálózati nevét,
És így hát 40 gép így viszonylag szépen sorba ment, és mondom, valaki az én nevemben dolgozik, úgyhogy én most kikapcsolok. Ezek ilyen sajnos eléggé standard dolgok. Azaz, nem véletlen ez az alapbeállítás, erre általában azt szokták mondani, hogy tudjál róla, nyilván itt is ugye dollár szó köz és persze kereszt szó köz, és arról is tudja, hogy mivel szinte biztos, hogy be fogod állítani, ez ugye ugyanaz, mint a háttérkép, meg a képernyővédő. Ezt az ember megcsinálja, pont utána lehet, hogy dolgozunk, de amíg ez nincs kész, addig nem állunk neki. Tehát ha átállítod, akkor legyél szíves legalább annyit betartani. Nem írok ki keresztet, ha én vagyok a nem rendszergazda jogú user, cserébe valami dollárjelet, vagy nagyobb jelet, vagy valami ilyen izét írok, ha én a 28. senki vagyok. Ez természetesen egy rendkívül rossz megszokás. Ugyanis, hogyha én ránézek a promptra, azt látom, hogy a dollárjel, hát akkor nyugodtan kiadhatom azt a parancsot, ami minden töröm, úgy sincs rá jogom. De ha a prompt ellenére én vagyok a rendszergazda, hosszú éjszakán lesz. Az más kérdés, hogy lássuk be, hány ember van, aki úgy dolgozik, hogy amikor adminisztratív tevékenységet végez, akkor minden egyes parancs elnézik, még mindig én vagyok a rendszergazda? Még mindig nem én vagyok a rendszergazda? Nem. Jó esetben egyszer úgy gondol, hogy én vagyok a rendszergazda, pont. Hát ezt itt ránézünk a promptra, látjuk rajta, kész. Levonjuk a következtetést, nyilván lehet persze hibás következtetést levonni. Azaz, bármennyire is nem része fizikailag az általam lefuttatandó parancsnak, pláne az általam megépelt parancsornak, a prompt egy meglehetősen kritikus eleme annak az izének, amit én ott látok. Na most! Klasszikus, normális környezetben, amikor én valamiféle Unix-os, Linux-os parancsot futtatom, akkor úgy folytatom, hogy jó, begépelek egy parancsot. Most hirtelen akartam mondani valami nagyon egyszerű, mindenki számára triviális parancsot, aztán rájöttem, hogy nehéz olyat mondani, ami mindenkinek egységesen ugyanazt jelenti. Úgyhogy egy picit még várjunk, majd mindjárt mondok. A parancs ritkaság számba megy, ha önmagában egy kész, kerek, egész. Az a szó, hogy leírtam, hogy izé, és ettől az teljesen egyértelműen azt csinálja, hogy. Általában a parancsnak vannak mindenféle egyéb argumentumai. Vannak a viselkedését befolyásoló, hivatalos nevén opciói, más néven módosítói. Tudom én, tömörítő szoftvernél mondjuk ebbe tartozik az, hogy bocs, gyorsan tömörítsé, de hulladék legyen a tömörítési arány, vagy használjál 86 processzor magot, dolgozzál 4 órán keresztül, de legalább a végeredmény 2 byte legyen, mert spórolok a helyen. Ezt mondjuk egy parancsori eszközben valamilyen parancsori módosítóval lehet megtenni. Nem viccből mondtam, konkrétan például a Linux alatt használt tömörítők zöménél, -1, -2, -3, -9. Formában mondom egyébként pont ezt, hogy most mennyire legyen hatékony a tömörítés, aminek ugye elég egyértelműen a tömörítés időiben jól látható következménye lesz. Ezen kívül ugye sok esetben valamiféle egyéb jellegű paramétereket meg kell adni. Úgy gondolom relatíve kevés olyan ember van, aki mondjuk parancsorból szokott e-mailezni. Ugye jól gondolom, nem jellemző. De ha parancsorból kellene e-mailezni, akkor az egy relatív logikus következtetés, hogy azt mondom, hogy elindítom a szoftvert, amivel én most e-mailezni fogok, és paraméterként megadom, hogy most kinek küldök levelet. Más kérdés, hogy ma ezen a teszten gyakorlatilag a felhasználó 80%-a elbukna, mert azt tudja, hogy e-mailezni akar, de hogy vajon kivel és miért, azt azért az e-mail szoftver elindítás, akkor még messze nincs meg. Ez az információ. Vagy át akarom vinni ezt az adatot a hálózat egyik gépéről a másikra, akkor nyilván minimum ez a 3 paraméter valahol benne kell legyen a parancsorban. Mi az az adat, amit vinni akarok, honnan akarom vinni, hova akarom vinni.
figyelmeztetést akarok küldeni a rendszer bejelentkezett felhasználóinak. Na, ez például egy pont egy olyan parancs, ahol igazából nincs mit túllihegni, aki be van jelentkezve, az kapja meg minden. Na most, ami egy meglehetősen jellemző dolog, az a következő, hogy az a négy dolog, amit a vetítőn szerepel, az ebben a sorrendben követi egymást. Nyilván a parancsor elején, ugye a parancsértelmező az, aki kiírja a drontot, és ő jelzi, hogy ugye, vár arra, hogy te megépeljél egy utasítást. Utána te megépeled magát a parancsot, és attól függően, hogy mit akarsz csinálni, mivel akarod azt a parancsot végrehajtani, megépeled az esetleg szükséges opciókat, az esetleg szükséges egyéb paramétereket. Az opcióknál még a névben is benne van, hogy opcionális. Egyáltalán nem biztos, hogy meg kell adni. Legfeljebb a parancsok egy jelentős többsége tud különböző módosítókat kezelni, de általában mindegyiknek van valami fixra ideál, hogy ha ezt és ezt és ezt a módosítót nem adom meg, akkor ilyen módon dolgozok. Ugyanilyen módon a parancsok zöménél elég egyértelmű, hogy ő most gépnevet, e-mail címet, felhasználó nevet, file nevet, könyvtár nevet, a bánatot vár a paraméterként, illetve hogyha ezekből többet is megadhat, akkor azokat milyen sorrendben. Itt szerepel... Tartunk a percet. Ezt még... Itt szerepel egy nagyon apró, mellékes megjegyzés, és azzal mindjárt visszautalok az előzőre. Azaz, egy. A parancsok egy jelentős számú többsége meglehetősen háklis erre az általam felsorolt sorrendre. Parancs, opciók, módosítók és egyéb paraméterek. Van néhány, én azt mondom, hogy kivétel, amelyeknél keresztül kasul lehet ezeket a különböző argumentumokat keverni. De általában én azt szoktam javasolni a Linuxban, Unixban kezdőknek, szokjál hozzá ez a meglehetősen háklis szintaxishoz. Ugyanis azok vannak többen, akik így várják. Innentől kezdve megszokni, hogy de igazából ide is írhatom, oda is írhatom, oda is írhatom, az nagyon jó, és nagyon kellemetlen lesz, amikor ugye először szembe jön az a szoftver, na akinél már nem írhatod. Az előző oldalon itt szerepült a következő. Az opciók jellemzője. Általában mindegy a sorrend. És általában igaz az, hogy ha több opciót adsz meg, akkor írhatod őket valamilyen értelemben egybe, illetve írhatod őket külön. És akkor visszalépek, és akkor ezt a példát most nézzük meg, illetve hát ugye két példa is van. Az első példa, ugye egy LS nevű parancs lényegtelen, hogy mire szolgál, ami meglehetősen fontos. Ugye a dollárjel, és remélem azért látszik a mögötte levő szó köz, ez volt ugye a prompt. Ez tehát nem én gépelem, de ezt maga az operációs rendszer a parancsértelmezője dobja ki az én orrom elő. A begépelt parancsból maga a parancs az az LS. Ebben a parancsorban a mínusz L és a mínusz A az opciók, jelen esetben kettő. És nyugodtan le lehet vonni azt a következtetést, hogy az opció általában onnan ismerszik meg, hogy mínusz jellel kezdődik. Ez 99,9%-ban érvényes, nagyon-nagyon kevés olyan szoftver van, amely egyéb opciókat is képes kezelni, általában ez a szabály. Ha mínusszal kezdődik, kötőjellel ki, hogy szereti, akkor az valami módosítót jelent. Ami technikailag ugye a programok zömén azt jelenti, hogy ha elhagyom, akkor is csinál valamit, de így, hogy megadtam, így valami mást. Vagy másként csinálja. És ugye az előzőek alapján valószínűleg igaz lehet az, hogy az LS-L-A és az LS-A-L az ugyanazt eredményezi. Ugye már szerepel, általában az opciók sorrendje nem kötött. Az is oda volt írva, hogy és általában írható külön, illetve egybe. Na most erre sajnos most jöttem rá, hogy kimaradt a megfelelő példa.
Az egybeírt opciók, úgy kell elképzelni, leírom az opció bevezető mínuszjelet, és egyszerűen mögötte felsorolom az opciókat. Azaz, az első példánál marad LS mínusz LA. Ebben az esetben, hogy az opciók közé tilos szóközt rakni, és kizárólag a legelejére kell oda tenni azt az opció bevezető mínuszjelet. És ugye az első példánál maradva ennek az utolsó tagja, az a term TMP, az amit ugye úgy fogalmazta, hogy a maradék paraméter, ami jelen esetben azt mondja meg, hogy mivel hajtsa végre az LS parancs, az ilyen olyan műveletet. A mail azon nincs mit magyarázni, egy darab opció, a mínusz S, ezt kizárólag azért szerepel a példában, mert szerettem volna egy olyan példát is mutatni, amire külön nem tértem ki, hogy van olyan opció, amely saját paramétert talál. Jelen esetben ki lehet találni, a mail az egy levelező program. Felteszem, fölismerhető, hogy a valakikutkac.valahol.hu címre fog majd e-mailt küldeni, és a mínus S opció vajon mi lehet? Subject megadásának egy egyszerű parancsoló. No, hát akkor úgy gondolom, hogy itt tartunk némi szünetet, és akkor innen fogjuk majd folytatni.